Ismét új csúcson itthon a napi megbetegedések száma. Egy nap alatt 718 új fertőzöttet regisztráltak, és elhunyt egy idős krónikus beteg. Továbbra is elengedhetetlen a rendszeres kézmosás és a maszk szabályos viselése, mert csak így állítható meg a koronavírus terjedése. Erről beszélt az M1-en a Semmelweis Egyetem rektora. Merkeli Béla hozzátette, fontos, hogy ezt mindenki tartsa be, és mások figyelmét is felhívják erre. A Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály gimnáziumának egyik osztálya hétfőtől áttér a digitális oktatásra. Az egyik diák koronavírus tesztje ugyanis pozitív lett. A kontaktkutatás megtörtént, és az egész osztály, valamint a tanárok, akik kapcsolatba kerültek a diákkal, hatósági házi karanténban várják a tesztelést. Egy nap alatt 718 új beteget regisztráltak. Velük együtt jelenleg összesen 6264-en betegek. Március óta 631-en veszítették életüket a koronavírus következtében. Több mint 4000-en viszont már meggyógyultak a fertőzésből. Országszerte így Debrecenben is fokozottan ügyelnek, hogy a vírus ne terjedjen tovább. Egy átalakított csoki automatából vásárolhatják meg a betérők a textil vagy orvosi maszkot egy jelképes összegért, 200 forintért. A kortárs képzőművészeti hely ezzel az akcióval járul hozzá a koronavírus elleni védekezéshez. Nagyobb a siker, mint vártuk, vagy nagyobb az érdeklődés. Azt tapasztaltuk, hogy ma reggelre gyakorlatilag szinte a gyerekmaszkok elfogytak. Gondolom ezt ugye előidézi az is az iskolákban, és most már egyre több helyen, nem csak a közösségi terekben, hanem tantermekben is vagy kötelező, vagy bizonyos órákon kötelező a maszkviselés. Nyíregyházan is egyre többen gondolják úgy, hogy nem csak a zárt helyeken elengedhetetlen a maszkviselése, hanem már a nyílt területeken is. A pályék a féltem megsülőket. Nem csak az előírásoknak megfelelően kell hordani, hanem én önmagamnak is tartozok annyival, hogy hordjak egy ilyen maszkot. A szabályszerű maszk használattal ugyanis jelentősen csökkenthető a koronavírus terjedése. Aki beteg, az nem tudja továbbadni. És nem csak a koronavírus, hanem bármi mást. Azt gondolom, hogy ezzel valamelyest tudok védekezni, és nyilván a fertőtlenítéssel és a gyakori kézmosással. Elnézést, hogy maszkban jelentkeztem, de ezzel is szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden olyan helyzetben, amikor lehet, maszkot használjunk. Minden egyes óra, amit maszkban töltünk, az segít legyőzni a vírust. Erről a Semmelweis Egyetem rektora beszélt az M1-en. Merkeli Béla később, mivel a közmédia biztonsági intézkedéseinek köszönhetően egy olyan stúdióból jelentkezett, ahol elkülönítve lehetnek a vendégek a műsorvezetőtől, később levette maszkját. De felhívta a figyelmet, hogy aki közösségben tartózkodik, feltétlenül viselje a védőeszközt. Elmondta, ha a lakosság 80%-a rendszeresen és szabályszerűen használja a maszkot, akkor a koronavírus terjedése megállítható. Az orrot és a szájat egyszerre fedni kell, hiszen a légvétel során természetesen a vírus ki, illetve be mind a szájon, mind az orron keresztül bejuthat. Úgyhogy tényleg szeretnék mindenkit figyelmeztetni arra, hogy ha már hordjuk a maszkot, és nagyon bízom benne, hogy honfitársaink közül egyre többet hordanak, és sikerül nekem meggyőzni, illetve kollégáimnak, illetve önöknek a média segítségével, hogy a szabályszerű maszk használattal legalább a harmadára csökkenthetjük a veszélyét a fertőzésnek. A járvány második hulláma Magyarországot is elérte. Nem engedhetjük meg, hogy a vírus tönkretegye az eddig elért eredményeket, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, mivel a legnagyobb veszély a vírus külföldről történő behurcolása, ezért a kormány lezáratta a határokat, a szigorú határellenőrzés pedig a jövőben is fennmarad. A miniszter beszámolt arról is, hogy emellett az egészségügyet is sikerült felkészíteni a járvány második hullámára. Sokkal jobb eredményeket tudunk felmutatni az emberi élet és egészség védelme terén, mint Nyugat-Európa szinte valamennyi országa. Az egészségügyet sikerült felkészíteni a második hullámra, mindazt beszereztük, ami a védekezéshez szükséges, a tesztektől a maszkokon át a lélegeztetőgépekig, sőt még mobilkórházat is építettük. Gulyás Gergely hozzátette, a legfontosabb most az emberi élet és a gazdaság védelme, amelyre összesen mintegy 10 000 milliárd forint áll rendelkezésre.